közösen tanulhatunk és olvasunk, nyilván olvastunk a Bibliában, akkor azt látjuk, hogy még minden más teremtményből Isten nagyon sokat teremtett egyszerre. Megteremtette a füvet, a fákat, a madarakat. Emberből egyetlen egyet teremtett. És aztán ebből az egy emberből született meg a teljes emberiség. Nyilván nem véletlen, hogy ez így történt, és az sem véletlen, hogy a Biblia, a Tóra így meséli el nekünk ezt a történetet. Nagyon sok tanulsága van ennek. Az első tanulság az az, hogy amit az előbb mondhattunk, hogy Isten saját képmására teremtette az ember, ez minden emberre ugyanúgy igaz. Nincs különbség ember és ember között, mindannyian Isten képmására teremtettünk. A másik különbség az, hogy egyformán fontosak vagyunk Isten szemében. Ahogy Ádám sem gondolhatta, Ádám az első ember, hogy valamilyen konkurenciája van, és hogy esetleg másokat jobban szeret Isten, vagy fontosabbnak tart Isten, ugyanígy igaz ez minden emberre a későbbiek során is, függetlenül attól, hogy férfi vagy nő, attól, hogy milyen nemzetiségű, milyen vallású, milyen korú, Isten szemében egyformán fontos. És a harmadik tanulság pedig a felelősség. Ahogy Ádám nem mondhatta azt akkor, a kezdet kezdetén, hogy majd a többiek elintézik, majd a többiek lépnek, majd a többiek megszervezik a dolgot, ugyanígy mi sem mondhatjuk, hiába most már hál' Istennek 7 milliárdban vagyunk, a felelősség, a személyes felelősség mindannyiunkra igaz. Soha nem mondjuk azt, hogy mi egy nagy tömeg, egy nagy közösség része vagyunk, és majd a többiek intézkednek. Én rájuk bízom. A felelősség mindannyiunké. És így, amikor a mai nap arra emlékezünk, hogy olyan emberek, akik ezzel a felelősséggel nem éltek, sőt, visszaéltek, hogyan pusztítottak el más embereket, akik ugyanolyan fontosak Isten szemében, mint bármilyen ember, akkor arra kell gondolnunk, hogy ennek a felelősségnek mi is meg kell, hogy feleljünk. Nekünk is van felelősségünk. Az emlékezés tehát nem azért fontos, mert azt akarjuk, hogy rossz kedvünk legyen. Vagy azt akarjuk, hogy másokban bűntudatot ébresszünk. Az utóbbi időben sokat lehetett hallani arról a társadalmi vitáról, vagy hát ha lehet ezt egyáltalán társadalmi vitának nevezni, hogy kinek a felelőssége volt Magyarországon a holokauszt? Mennyire volt ez a náci Németország, és mennyire volt a magyar államigazgatás? Kétségtelen tény, hogy a magyar államigazgatás nagyon is felelős volt ebben, és nem csak a magyar államigazgatás, hanem a magyar társadalom egy nagyon nagy része. De nem azért hangsúlyozunk ezt, mert bárkiben bűntudatot szeretnénk ébreszteni. A felelősségre való emlékeztetés nem azért fontos, mert rossz napot akarunk magunknak vagy másoknak. Egyedül azért, hogy a jelen és a jövő számára levonjuk a következtetéseket, tanuljunk a múltból, és levonjuk a tanulságot az ügyből. A zsidó bölcsek legfontosabb könyve a Talmud azt tanítja, hogy ha már az ember teremtéséről beszélünk, a körbenéző nincs két egyforma arcú ember. Hiába vagyunk 2 milliárdon és egy emberből származunk, nem találunk két egyforma embert a világon. És erre azt mondja a Talmud, hogy ahogy nincs két egyforma arcájú ember, úgy nincs két egyforma tudatú gondolkodású ember sem. De a világ éppen attól szép, hogy sokfélék vagyunk, és mindannyian hozzáteszünk valamit ehhez a színes világhoz, és éppen ettől láthatjuk, és ettől lehetünk biztosak abban, hogy mindannyian egyformán fontosak vagyunk Isten szemében. Abban az időben, amikor a holokauszt történt, abban az időben azok az emberek, akik ezeket a büntetteket végrehajtották, idealizálták, ők azt szerették volna, ha mindenki egyforma lenne. Kigondolták, hogy mi az az embertípus, mi az a fixa ideál, amit mindenkinek követnie kell, és bárki, aki egy kicsit is letért attól a fixa ideáltól, azt megsemmisítették. Rá akarták kényszeríteni az emberiségre azt, amit Isten a teremtéstől fogva, hanem az ellentétét Isten a teremtéstől fogva belénk plántálta. Ha őszintén vagyunk magunkkal, akkor azért azt is látjuk, hogy sajnos ezek az elvek és ezek a gondolatok, ezek ma is nagyon aktuálisak, mert sajnos vannak olyan emberek, akik nem szégyenik ezeknek a gyilkos
tudatoknak és ezeknek a gyilkos gondolatoknak a örökségét ma is az ászlónkra tűzni. Nagyon tudok csatlakozni az előttem szólóhoz, hogy azt tudom mondani, hogy azon túl, hogy minden embernek a hitét és a bizalmát Istenben és embertársalban kell vetnie, azért ne féljünk. És a felelősséget mi is ragadjuk meg. A felelősség nem csak a bűnösök felelőssége, hanem nekünk is felelősségünk van azért, hogy megvédjük saját magunkat, megvédjük testvéreinket, megvédjük családunkat, és megvédjünk mindenkit, aki ki van szolgáltatva, aki gyenge. Csak akkor tudunk fellépni, hogyha közösen lépünk fel, és hogyha fellépünk büszkén saját magunkért. Ezt kívánom a saját közösségemnek is, és ezt kívánom Cigány testvéreimnek is, és mindannyiunknak, minden olyan embernek, akikben ott van ez az isteni szikra. Köszönöm szépen!